Barbara, mondhatjuk azt, hogy nőlétedre egy elég felelősségteljes pozícióban vagy itt jelen. Tudnál mesélni arról, hogy milyen feladatokat kell ellátnod? Hát a szakmai részen a titkársági feladatokat látom el. Titkárságvezető hivatalosan a titulusom. Igazából nem csak a titkársági feladatokat öleli fel, mert a technikai vezetői feladatokkal együtt keverednek a munkaköri dolgaim, tehát nem csak magát az adminisztratív részét intézem és fogadom a telefonhívásokat, mint egy hagyományos titkárnő, hanem a gyerekeknek a szerződéseit intézem, a úti költségeiket fizetem ki, minden olyat, amit nem az edző csinál kint a pályán, az minden hozzám tartozik, és gyakorlatilag minden hozzám fut be, ami a szakmai részt érinti. Régebben mindig a kispadról nézted az NB1 meccseit. Milyen érzés volt abból a perspektívából látni a fiúkat? Az NB1-nél nagyon szerettem dolgozni, nagyon jó társaság alakult ki, akár az edzői fronton, akár a játékosok frontján is. Hihetetlen élmény egyébként egy kispadról nézni végig egy mérkőzést, onnét hallgatni az edzői utasításokat, a játékvezetőknek a mozdulatait látni, a játékvezetőkkel való kommunikáció. Én azt gondolom, hogy aki kispadon ül, azt a fajta sikerélményt hiába veszíti el a csapata a mérkőzést. Mégis egy olyan sikerélmény számára az, hogy ott onnét a kispadon nézhette végig, hiszen olyan kevés Magyarországon 16 csapat van összesen, tehát 16 kispad van gyakorlatilag, tehát olyan kevés ember ülhet kispadon, ez külön megtiszteltet, és szerintem azok számára, akik onnét ott ülnek lent a kispadon, hogy ők ott ülhetnek, és nézhetik, és hallgathatják. Nagyon sok mindent megtanultam egyébként a kispadon az edzőktől. Nagyon sok káromkodást is hallottam egyébként a kispadon. Nagyon sokszor bocsánatot is kellett kérnem a játékvezetőktől, amikor az edzők egy kicsit elragadtatták magukat, de az a fajta izgalom, ami ott van, az nem, egy lelátó nem mérhető egyébként, az teljesen más izgalom. És milyen érzés volt nőként ott ülni? Felfokozottabbak ilyenkor az érzelmek? Nehezen fogadtak el, azt mondom, mint nő, technikai vezetőként. Ugyanakkor, amikor már elfogadtak, akkor már hiányoltak sokan, hogy miért nem vagyok ott a kispadon, amikor egy-egy mérkőzésen esetleg nem tudtam részt venni. A játékvezetők igazából nem nagyon tudták, hogy hogy álljanak hozzám, mint sportás, vagy mint nő, vagy egyszerűen. Sokszor nem tudták, hogy tegezzenek, magázzanak a játékosok, az elején nagyon bizonytalanul fordultak hozzám, de amikor látták, hogy szakmailag ott vagyok, a szakmailag hozzáértek, tehát tudom, hogy mit kell csinálni, és mindent úgy csinálok, ahogy kell, és mindenben tudok nekik segíteni, akkor elfogadták azt, hogy nőként én vagyok az egyetlen, vagy én voltam az egyetlen Magyarországon egyetlen női technikai vezető NB1-es csapatnál, és erre igen büszke vagyok. Akkor mondhatjuk azt, hogy nőkhöz jellemzően egyszerre csinálsz több mindent. Hát igen, a nők több mindenre oda tudnak egyszerre figyelni, ez való igaz. És a magánéletben is ennyi a teendő? Hát a magánéletem is elég sűrű, miután 4 gyereket egyedül nevelek, úgyhogy amikor itt végzek a munkával, akkor ott kezdődik a második műszak, gyakorlatilag el kell látnom azért. 3 lányom még mindig otthon él, a fiam már kiröppent, mert ő már elmúlt 21 éves, úgyhogy ő éli a maga kis világát, de a 3 lányomnak minden alkalommal főznöm kell, minden este főtétellel adok nekik az asztalra, velük élem a kis család életünket, amit lehet velük, leülök velük tanulni, átnézzük a leckét, megyünk kirándulni, megyünk moziba, megyünk színházba éppen, ami jól esik nekik is, meg nekem is. Nekik is hozzád hasonlóan a sporthoz húz a szívük? Alapszívem, ha így fogalmazhatok, igazából a néptánchoz húz, és ezért a népi vonal az nálunk nagyon jellemző. Mind a 2 lányom néptáncol, népi éneket tanulnak, citeráznak. Én is citeráztam gyerekkoromban, nagyon sokáig, 16 évig néptáncoltam, úgyhogy ez a nagy szerelem az életemben. És hát a másik része természetesen a sport, amiért most jelen pillanatban itt tudok dolgozni. Hobbi szinten még most is szoktál néptáncolni egyébként? Sajnos nem, mert nem találtam alkalmas párt. Egyébként egyeken a néptánckörben jártam nagyon sokáig. Ott, ahol élek, van egy falusi néptánckör, felnőttek táncolnak, ott nagyon jó volt a hangulat. De miután mindenki a saját párjával és saját férjével ment, és nekem ez jelen pillanatban nincsen, ezért innétől kezdve nem abba hagytam a néptáncot. A népi zene az továbbra is nagyon benne van az életemben, és hát támogatom a gyerekeknek a pályafutását, remélem, hogy megtalálják ők is a nagy szerelmet ebben, ugyanúgy, mint ahogy annak idején én megtaláltam. És ez az első munkahelyed, vagy a Puskás Akadémiának azért voltak elődjei is? Hát az első munkahelyem, amikor érettség után elkezdtem dolgozni, ez a rendőrség volt. Az is egy nagy szerelem volt, hogy én szeretnék nagyon hivatásos rendőr lenni.
Ennek köszönhetően főiskolát végeztem, próbáltam ezen a nyomvonalon elindulni. Nem teljesen úgy sikerült ez a pályafutásom, ahogy terveztem, de azért nem vagyok elkeseredve. A rendőrségi munka mellett mindig is dolgoztam a sportban, dolgoztam a Budakeszi Labdarúgó Akadémián, dolgoztam az MLS-nél, és hát ennek köszönhetően kikötöttem a Puskás Akadémián. Most már ez a főállásom, de valahogy a sport mindig világéletemben jelen volt egyébként az életemben. A futball pedig azért, mert a fiam, amikor megszületett, gyakorlatilag előbb tudott futballozni, mint ahogy járni, úgyhogy őt mindig kísértem a meccsekre, vittük őket mindenfelé tornára, hogy a csapatával, ezért gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy 21 éve benne vagyok a futballban. Hogyha visszatekerhetnéd az időkerekét, akkor is ugyanígy csinálnál mindent? Azt gondolom, hogy igen, igazából nem nagyon bántam meg semmilyen döntésemet. Szerintem az én életem egészen jó mederbe folyik. Van egy párom, akivel ugyan még nem élünk együtt, de próbáljuk kialakítani a közös életünket. Ő például súlyemelő szakedző, tehát valahogy mindig benne, mindig jó úton haladok. Én azt hiszem. Aztán lehet, hogy mások nem gondolják ezt teljesen így, de hát ez az ő dolguk.